Az egyiptomiak piramisokat építettek a fáraók emlékére. Albánia fővárosában is van egy, de azt Enver Hoxha diktátor tiszteletére emelték. Az albán kommunista párt keménykezű vezetője még a felavatása, valamint a kelet-európai rendszerváltások előtt 1988-ban meghalt. A tiranai piramis rövid ideig múzeumként szolgált, de aztán Albániában is más szelek kezdtek fújni. Nemrég az emlékművet átalakították, új funkciókat kialakítva benne. Ez az épület lehet Tirana, az albán főváros új jelképe. A piramis a város közepén. Naponta több száz helyi lakos és turista mászik fel rá, hogy a tetejéről élvezze a kilátást. Csodálatos itt. Általában nehézséget okoz ennyi lépcső, de ide felmásztam. Nagyon más lett. Én még mindig emlékszem rá, hogyan nézett ki régen, de most nagyon szép. A piramis már egyszer volt Tirana jelképe, 35 évvel ezelőtt. Itt volt az Enver Hoxha Múzeum, az albán diktátornak szentelve. Hoxha ortodox sztálinista volt, aki több mint 40 éven át brutális ellenőrzés alatt tartotta az országot. Fatos Liubonya a Hoxha rezsim több tízezer politikai fogvatartottjának az egyike. A piramis szerinte az elnyomás szimbóluma volt. Ma pedig ékes példája annak, hogyan feledkezik meg a modern Albánia a saját történelméről. Milyen csodás kilátó! Felmehetsz rá és élvezheted Tirana látképét. Szerencsére a múlt szemete már nincs itt. Hogy mit értek szemét alatt? Mindent, ami a diktatúra szimbóluma. Otthonában Liubonya megmutatja, hogy mire gondol. Liubonya apja a Hoxha rezsim funkcionáriusa volt, mielőtt kegyvesztett lett. Az egész család drágán megfizetett ezért. A rendszer elleni agitációval és propagandával vádoltak meg minket. Az egész családot letartóztatták és kitelepítették. Liubonya 17 évig volt a Hoxha rezsim fogja. A hírhedt Spács munkatábor rabjaként a közeli bányában dolgozott kényszermunkásként. Ez az ottani életem megmaradt darabja. Egy lámpa, amit a bányában használtunk. Spács olyan volt, mint a sztálini gulág. Maga volt a földi pokol. Túlélés, embertelen körülmények között. Könyveket tartani szigorúan tilos volt, kivéve a szótárakat. Liubonya ezekbe rejtette el a miniatűr betűkkel cigarettapapírra írt szövegeit. Ebből született első könyve, amely később híressé tette. Szerinte a felújított piramis kísérlet arra, hogy elfeledtesse az emberekkel az albán kommunizmus sötét történelmét. A fiatalabb generációk nem fogják itt megtalálni a múlt nyomait. Ez egyáltalán nincs így, állítja Genti Agori építész. Az új piramis tervezésénél a megbízott holland építészeknek végig az volt a céljuk, hogy láthatóvá tegyék a múltat. A legfontosabb változás a lépcső. Az embereknek azt kell érezniük, hogy meghódítják a piramist. Szimbolikusan, a kommunizmussal és a diktatúrával szemben. Az épület története a legkülönfélébb helyeken tárul fel. A lépcső alatt is látható a régi rész, lemázoltuk, de csak durván, ezzel is mutatjuk az épület történetét. De az új piramisban inkább minden a jövőről szól. Az óriási térbe színes kockákat építettek. Itt van a TUMO kreatív technológiai központ. A fiatalok megtanulhatják, hogyan valósítsák meg ötleteiket a legmodernebb technológia segítségével. Az ingyenes workshopokon bárki részt vehet. A TUMO-nál már elvégeztem néhány bevezető tanfolyamot, és szerintem folytatom tovább, mert a jövőmet az új technológiákban látom. Az oktatók mindenben segítenek. A szomszédos workshopon éppen befejeznek egy projektet. Nem számítógépes játékról van szó, hanem Albánia sötét múltjáról. Mi itt a TUMO-n egy grafikai tervező osztály vagyunk, és egy projekten dolgozunk a Spács börtönről. A projektben megelevenedik Fatos Liubonya régi börtöne.
A fiatalok mégsem felejtik el történelmüket, mint ahogy azt az író gondolta.